Továbbra sem működhet önálló tanintézményként a Marosvásárhelyi Katolikus Iskola, de a sajtóban megjelentek ellenére nem azért, mert a tanügyminisztérium a Maros megyei tanfelügyelőség ilyen értelmű döntésével értett egyet, hanem azért, mert az még mindig egy prefektusi pertárgyát képezi, mondta el híradónknak Tamási Zsolt, városi tanácsos, az iskola egykori igazgatója. Nem fogadta el Marosvásárhely önkormányzata a Maros megyei tanfelügyelőség 2024-2025-ös tanévre vonatkozó iskolahálózat tervezetét, ugyanis az az önkormányzat egyik átszervezési kérését sem teljesítette, közöttük a katolikus iskola újraalapítását sem. 2023. augusztusában egy határozatot kezdeményeztek arról, hogy a katolikus osztályok váljanak ki a Bolyai Farkas elméleti líceumból, és alkossanak újra önálló felekezeti iskolát. Mivel ezt a határozatot a városvezetés minden eszközzel támadó és akadályozó Ciprián Dobré prefektus peres úton megtámadta, nem volt végrehajtható és továbbra is pertárgyát képezi. Amikor a tanügyi törvény új módszertana megjelent és decemberben a Maros megyei tanfelügyelőség az iskolahálózatban való módosítási javaslatokat bekérte, a város önkormányzata jelezte, hogy továbbra is szeretné, hogy az iskolák külön váljanak, de azt is közölték, hogy a kérdés prefektusi pertárgyát képezi. Mivel akkor a tanfelügyelőség nem értett egyet az önkormányzat kérésével, azt a tanügyminisztériumhoz továbbították. A minisztérium január 26-án adott válaszában a tanfelügyelőségnek az álláspontját erősítette meg, de ez teljesen természetes, hogy addig, amíg a per tart, addig így se úgyse végrehajtható a tanácshatározat. Éppen ezért a pernek kell előbb lejárnia, és a per eredményének a függvényébe lehet visszatérni arra a kérdésre, hogy akkor mikor és hogyan alakul újra a katolikus iskola leválasztással a bolyai keretéből. Éppen ezért a tegnapi döntésnek inkább jelzésértéke van, hogy mi nem fogadunk el egy olyan iskolázatot, amiben nem teljesülnek a mi kéréseink. A katolikus iskola egykori igazgatója hozzátette, az iskola sorsát és jövőjét tekintve a sajtó visszhang ellenére nem történt semmi lényeges fejlemény. Szerintem most a perben kell eredményeket elérni, hogy az iskolát sikerüljön újra alapítani.